Itt egy olyan problémáról van szó, hogy a gazda jutalomfalattal hát ugye tréningezi a kutyáját, és a kutya, hát hogy úgy mondjam, rendkívül lelkes a jutalomfalat láttán. Ugye a kutyának olyan feladatot kell adni, arra kell megtanulni, igazából a várásra kell megtanítani itt a kutyát. Tehát ugye arra kell megtanítani, hogy a jutalomfalat az nem automatikusan az övé, ahogy fölbukkan a gazda kezében, hanem arra kell tréningezni az állatot, hogy várjon. És majd akkor megkapja a jutalomfalatot. Amikor már tud várni, akkor arra kell megtanítani, hogy végre kell hajtson több feladatot, és aztán majd kap egy jutalomfalatot. Tehát ugye el kell választani a kutyát, hogy úgy mondjam, attól, hogy egy feladat, egy jutalomfalat, el kell jutni oda, hogy több feladat, és majd a végén lesz egy jutalomfalat. Mert egyébként ez egy nagyon kellemetlen viselkedése a kutyának, ugye sok esetben meg is haraphatja véletlenül az ember. Tehát ugye, és nem arról van szó, hogy az lenne a kellemes viselkedés egy kutyába, hogy akárkinek a kezébe meglát mondjuk egy szendvicset, és már ugrál fölfele. Tehát ez egy nagyon, nyűgös viselkedés. Erről mondom, a legkönnyebben úgy lehet, vagy a legcélszerűbb úgy leszoktatni a kutyát, hogy először várásra tanítani, és aztán pedig arra, hogy nem minden feladat után jön a jutalomfalat. Dicsérettel is lehet jutalmazni nagyon jól a kutyát.